Annyi történt, hogy voltunk egy falunapon fellépni, hát ott a színpad mögött van egy sátor, és akkor odajött egy fiatal pár, nem romák. De és milyen jól lett az, hogy egy színházban, hogy ne legyen egy paraszt. Nem, falunap volt. Az is az. Jó, falunap volt, jött egy fiatal pár, és azt mondták, hogy Lombik bébire ment már az összes pénzük, vagy ilyen programra, igen, bocsánat. Igen. És hogy nem, nekik nem sikerül nekik a baba, és azt szeretné, hogy a Guszti kérje meg a Dévlát, hogy segítsen, kicsit tegye rá a kezét a hölgynek a hasát. A hölgynek? A hölgynek a hasát. A kezét. Igen, mondja a Guszti, hogy jó rendben van. Ne soha, akkor legyél itt te is, mert én nem fogdosom a te asszonyodat, nehogy baj legyen belőle. És akkor a Guszti mondja, hogy na, akkor adjon neked a Dévla áldjon meg a Dévla, hogy legyél terhes, de ne egy puját adjon, hanem kettőt. Nem jött össze. Most figyelj. És akkor nem rá következő évre, még a másik rá egy évre. Újra megyünk, ugyanoda falunapra, műsoriroda, minden, megyünk. Hát csak lássuk, hogy jön a pár, és a csávon nyom egy ikerbabakocsit. Komolyan mondom. De nem csak az, hanem van olyan testrészünk, amiket meg tudja nap. De akartál neki. Gyere, ő ide. Például